Éves beszámolók ismertetésével és szertári szemlével kezdődött az őszi védmű ellenőrzés. A helyszíni szemle során a dolgozók értékelése alapján feltérképezték a védelmi eszközöket, az árvizekre való felkészültség aktuális helyzetét, valamint a fejlesztési és átépítési munkálatok ütemét. A megfelelő ütemben haladnak a munkálatok itt és a megye több olyan térségében, ahol árvízvédelmi fejlesztések zajlanak. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, mert szeretnénk egy élhető és biztonságos országot, akkor az hozzátartozik az, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat és biztonságban érezzék a javaikat. Ezek a fejlesztések pedig azt a célt szolgálják, hogy az itt élő emberek azok nyugodtabban tudjanak esténként lefeküdni és reggel ébredni. Azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a kormányzat ezeken a programokon keresztül biztosítja azt, hogy a biztonság az árvízvédelemmel szemben is meglegyen. Jelenleg 3 nagyszabású árvízvédelmi fejlesztés zajlik a megyében, a tervek szerint ezek közül 2 jövő év közepén befejeződik. Ezzel a megye legveszélyeztetettebb részei, a felső tiszamenti települések teljes biztonságba kerülnek majd. Itt jelenleg 70%-os a készültség, míg a középső szakaszon több, mint 50%-os. Egyrészt az árvízvédelmi töltések magasítását, erősítését jelentik. Másfél-két méterrel is magasabbak lesznek a töltések helyenként. Átépítjük a töltéseket, keresztező műtárgyakat, zsilipeket teljes körűen. Foglalkozunk a tiszai partvédelem megerősítésével, ahol szükséges. Magas építményeket újítunk fel, védelmi központokat, raktárakat építünk, és természetesen a töltés koronán, amikor befejezzük a munkát, aszfaltburkolatú út fog épülni, ami nem csak az árvízvédelmet szolgálja majd, hanem a helyi lakosokat, illetve az ide látogató turisták is fogják használni. A fejlesztés több mint 30 kilométer hosszan zajlik jelenleg. A 2,5 méteres magasítás a szakemberek szerint már hosszú távon elegendő lesz, hasonló átépítésre nem lesz szükség. Kárpátalján és Magyarországon 172 állomásból álló távrendszer ad információkat a szakembereknek a csapadékról, a vízállások változásáról és a levegő hőmérsékletről. Ezek alapján 370 szakember segíti folyamatosan az árvízvédelmi munkálatokat.